Kidöntött el már közületek, hogy hova szeretne menni középiskolába, hol szeretne tovább tanulni? Hogy kezdjük? A vegyipari és vegyipari gépészeti szakközépiskolába, a vegyészeti szakra szeretnék menni. Miért ide? Hát mert tetszik a vegyészet és a kémia. Honnan ismered? Hát a barátnőm is oda jár, és az egyik osztálytársamnak az anyukája. Milyen lehetőséged volt úgy egyébként megismerkedni ezzel a pályával? Hát nem volt lehetőségem. Jártam egy pályaválasztási szakkörre ott, meg hát a barátnőmtől hallottam. Én az 506-os szakmunkás képzőintézetben. Mint? Szobafestő mázoló. Miért ez akarsz lenni? Hát mert divat szakma szerintem, meg más olyan szakma nincs ahová, ami engem nagyon érdekelne. Milyenek az esélyeid? Hát, esélyem nem sok, nem vagyok valami jó tanuló. Azért megpróbálkozom, hogy felvegyenek a szakmunkásba. Tulajdonképpen én nem döntöttem, hogy ő hova menjen, hanem megpróbáltam én is befolyásolni, meg irányítani, mert nincs neki sem kialakult elképzelése, illetve nem volt. Most már van. Akkor őt kérdezzük, hogy mi ez. A Radnóti közgazdasági szakközépiskolába szeretnék menni, vagy pedig egy gimnáziumba. Te már tudod, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? Hát, abban az iskolában sok minden lehet az ember, lehet adminisztrátor, szóval irodába szeretnék dolgozni. Mindenféleképpen szakmát akarsz utána választani? Igen. Hát még nem tudom, hogy miért, de valamiért szeretnék. És milyen tagozatra mész? A számviteli, vagy pedig az igazgatási ügyvitelire szeretnék. Anyuka szerint jól választott a kislány? Szerintem jól választott, igen. Mert úgy gondolom, hogy ennek a szakmának van jövője, és hát az se, hogy utolsó szempont, hogy ha tovább tanulni akar, ebből az iskolából is tud tovább tanulni, ha meg nem akar, akkor viszont van valami a kezében, nem csak sima érettségi.